Köszöntöm Önöket! 2019-ben is az életünkkel, pontosabban az életmódunkkal kapcsolatos témákkal várjuk Önöket. Lesz műsorainkban minden, ami a jobb, harmonikusabb, örömtelibb és érdekesebb élettel összefüggésbe hozható. Lássuk is, mára mivel készültünk. Drótmedve. Újabb ötlet, újabb megvalósítása Demeter Lászlótól. Böjt. Vallási vagy egészségügyi okokból a cél a megtisztulás. Sport, egészség, közösség, mindez egy helyen, Kiskanizsán. Emlékeznek még azokra a monumentális állatokra, amelyek nemrég Nagykanizsát díszítették? A gumi abroncsokból készült szabadtéri installációk alkotója újabb ötlet megvalósításán dolgozik. Talán hamarosan ezen alkotás is látható lesz valahol a közelben. Tavaly bemutattuk Önöknek már a gumi abroncsokból készült alkotásokat. A szarvas és a bika mellett több gumiszobor is áll Demeter László rögtönzött kiállításán. Az amatőr alkotó 2014 óta készíti szobrait. A kezdetben hobbiként tűzött, több munkafolyamatból álló elfoglaltság már a komoly szenvedélyé nőtte ki magát. S hogy vajon milyen a szobrok fogadtatása? Hál' Istennek nagyon-nagyon jó, nagyon pozitív. Nyilván, mint mindig voltak negatív visszajelzések is, de a legtöbb az pozitív volt. Nagyon jó volt látni, hogy emberek megállnak, fotózkodnak, nézik. Tényleg kortól függetlenül mindenki rácsodálkozott. Ez nagyon pozitív visszajelzés volt számomra. De azért te máshonnan is kapsz pozitív visszajelzést, hiszen itt nem csak a közvetlen környezetünkben, hanem már azért országosan is ismerik a te munkáidat. Igen, hál' Istennek tavalyi évben több fesztiválon is részt vettek a szobraim. Gödöllön volt egy nemzetközi természetfilmfesztivál, ahol egy medve szobron volt kiállítva. Hát ez szép, a művészetek völgyében volt egész végig látható egy, illetve a Sziget Fesztiválon zárta a medve a sort. Ugye itt nem csak a művészeti alkotás a lényeg, amit mondjuk egy-egy ilyen fesztivál során az emberek láthatnak, hanem egy kicsit a környezetvédelmet is belevonhatják. Számodra ez mennyire volt kérdés, amikor elkezdtél ezekkel a gumiabroncsokkal foglalkozni? Hát mindenképpen ugye kertész a szakmám, én nagyon szeretném, hogyha egyre többen gondolkoznának zölden, úgymond, és óvnák a környezetet. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon jó volt ezzel az anyaggal, vagy ezzel a úgymond hulladékkal dolgozni olyan szempontból, hogy újra van hasznosítva, és remélhetőleg nem károsítja a környezetet. A gumi abroncsok azonban most egy kis időre háttérbe szorulnak, helyüket egy másik anyag veszi át. A csillogás, a fényes, fémes felület az idei esztendő mozgató rugója. Régi vágyam volt nekem kipróbálni más anyagokat is, meg a legelején, még a gumik előtt én dróttal kezdtem. A legelső nekiindulásom a szobroknak az drót volt. Próbálkoztam vele, de aztán akkor nem elvetettem az ötletet, utána jött a gumi belőle. Aztán nemrégiben kaptam egy megkeresést azzal kapcsolatosan, hogy egy álló medvét nem készítenék. Természetesen gumiból, mivel eddig gumival dolgoztam. De mivel én meg szerettem volna próbálni ismét a drótot, meg tudtunk állapodni abba, hogy próbáljuk meg, hogy igazán ők nem tudták elképzelni, hogy milyen lesz. Az én fejemben megszületett valamilyen szintre. Megállapodtunk benne, hogy akkor legyen drótból, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye neki. Ugye ő még nincsen kész, de beszéljünk arról, hogy hogyan készül, mi az alapja és hogyan kell elképzelni a folyamatot. Hát a folyamat lényegében majdnem ugyanaz, mint a guminál, egy fémvázat készítek, amire építem föl a drótot folyamatosan, de hát mivel ugye ő nekem az első drótszobrom, ő a tanulópénz, elég sokat tanultam már idáig is rajta, meg változtatom is kellett a menetén az egésznek, ahogy neki kezdtem, meg ahogy elgondoltam, hogy fogom csinálni.
következő már úgy gondolom, hogy könnyebb és egyszerűbb lesz. Ugye itt nagyon-nagyon sok drótból áll. Hogyan kell elképzelni, mit és hogyan készíted ezt a kis hurkokat? Vagy... Hát az egészet egy szából fonom. Nem, elvágom. Elvágom a drótot a szemre egy bizonyos méretre, ami kényelmesnek gondolom a hajtogatás szempontjából, és egymás mellé dugom szorosra. Gyakorlatilag annyira befeszítem őket, hogy megáll önmagába. Nem tudnak kiesni. Most akkor egy kicsit konkrétabban is mutassuk meg, hogy hogyan is áll össze ez a medve. Tehát most a drótot meghajtogatod egy kicsit? Igen, kézben meghajtom. Megnézem, hogy hol van hiányossága még a formának, és egy kalapás segítségével szorosra beütöm. De ugye nem így kezdted, hát nyilvánvaló, hogy a vázra először más technikával. Igen. Először mindenképp egy bizonyos drót réteget kell képezni rajta. Azt a legegyszerűbb, hogyha rácsavarja az ember, legyen egy kis vastagság, amire ugye az ember el tudja kezdeni felépíteni ezt az egész, hát nem tudom, milyen technikának nevezzem, de ezt a módszert. És akkor érzed, amikor már nehezen tudod beleütni, akkor van készen? Hát gyakorlatilag érződik a dróton, hogy mikor szorul meg. Szóval ha kézzel már nem tudja belenyomni az ember, csak kalapát se üti, az biztos, hogy az nem fog visszakijönni. És hogyan készíted el, hogy mondjuk ne álljon ki össze-vissza, hanem a formája meglegyen és sima legyen a felület? Hát azt ugye ezért jó a drót, mert kalapát se oda idomítom, ahova akarom. Szóval ha kicsit kijebb van, beljebb ütöm. Hogyha nagyon bement, akkor teszek még rá drótot. Szóval ez a drót szempontjából ez a legoptimálisabb lehetőség. László megengedte, hogy én is kipróbáljam az általa kitalált módszert, így egy drótszál erejéig közreműködtem a medve megalkotásában. Simán? Amekkorára szeretnéd? A lényeg az, hogy a végei azok egy irányba álljanak. Hogy amikor beledugod, akkor ugye befele álljon mindig a végződés, hogy azt higgyék, hogy egy fonálból van az egész. Így fog maradni? Vagy kap valami kis burkolatot? Én szeretném mindenképp így hagyni színre is, és formára is, tehát nem szeretném burkolni semmivel. Aztán meglátjuk, hogy ha megrendelővel hogyan tudunk megállapodni, ő milyen elképzelése lesz egyáltalán színbe, vagy tetszik-e így neki ebbe a formába. Ha nem, akkor változtatunk. Nem probléma. Mennyit dolgoztál eddig vele, és egyáltalán mesélj arról egy kicsit, hogy mi anyag került eddig bele? Hát ezzel elég sokat dolgoztam, ugye, mert tanulni kellett folyamatosan az egésznek a menetét, hogy hogyan készül, illetve nagyon-nagyon vágás miatt ugye nagyon aprólékos a munkafolyamat. Satszolni tudok körülbelül 200-300 óra környékén, biztos, hogy járok vele munkaóra, amit eddig rá szántam. Anyagba pedig eddig 260 kiló drót van benne, még satszorom, hogy 100 kiló bele fog menni. Hát most van 200, hát a vázzal együtt van 280, hát olyan közel 4 mázsa lesz, mire elkészül. Akkor egy elég masszív és trapabíró medve lesz. Kültérre szánják, vagy egyáltalán milyen időjárás álló lesz a medve? Hát ez organizott drótból van, úgyhogy ez teljesen rozsdamentes. Nyilván valamennyire oxidálódhat a felülete, de egy átlátszóra akkor én ezt mindenképp szeretném lekezelni, hogy ez a fényes felület megmaradjon. Teljesen kültéri és időjárás álló, szóval abszolút. Világos, masszív, nagy medve fémből. Tehát hogyan születik meg az ember fejébe egy ilyen ötlet? Hát a drót miatt. A drót rengeteg, nagyon izgalmas számomra. Rengeteg
variáció ötlet van a fejemben, amit meg lehet belőle valósítani, és nagyon szépen lehet vele dolgozni. Egyszerű a formálhatóság, a nagyon ideális szoborkészítése az én szempontomból. Utána nézel, hogy hogyan és miként lehet megvalósítani dolgokat, vagy tapasztalás? Nézegetek a neten nyilván, mert egyszerűbb az embernek a dolga, de ilyen technikával nem találtam sehol. Nagyon sok szép drótszobor van, lestem is pár dolgot el, hogy mit, hogyan kellene csinálni, de ez saját fejlesztés. A drótmedve elkészítését természetesen újabb szobor ötlet megalkotása követi. Erről egyelőre csak annyit, hogy szintén állat készül drótból Demeter László kis alkotóműhelyében. A farsangi időszakot követő böjt módjairól kaptak tanácsokat az érdeklődők nemrég egy a Szívbetegekért Egyesület által szervezett előadáson. A böjt a vallások szerves része, amikor az ember elkezd befelé figyelni. A fókusz a lelken van, az elme lecsendesül, a lélek mellett a test is megtisztul a böjt során. A hagyományos húsvét előtti böjt előírásait mai világunkban sokan életmódbeli tanácsnak is tekinthetnék, hiszen az étel teljes vagy részleges megvonása a szervezettől megtisztuló folyamatokat indít be, lelki és fizikai síkon egyaránt. Nincs fény, igazából minden pusztulásán van, és ilyenkor a méreganyagok is jobban felgyullannak a szervezetbe, és így ezáltal ugye a világon mindenütt létezik egy böjt a történelmi egyházaknál feltétlenül, máshol 40 napos, a magyaroknál 42 napos a böjt. Ennek van egy felkészülése, gyakorlatilag ugye előtte van azért a farsang. Na most, és akkor a farsang után ugye ebben az évben március 6-án kezdődik a böjt, ami gyakorlatilag 42 napig tart. És hát a 42 nap alatt igazából nem eszik az ember. A böjtölésnek egyéntől függően különböző fokozatai vannak. Az étel megvonással nagyon óvatosan kell eljárni. Többek között a fejlődő vagy beteg, legyengült szervezetnek nem való a szigorú húsmentes, többnapos böjt. A böjtölni szándékozóknak Bolf László az általa választott léböjtöt javasolja, amely az egész szervezet megtisztulását segíti. Kalóriamentes étkezést folytatunk, ami gyakorlatilag a nap úgy kezdődik, ugye, hogy délelőtt, pontosan reggel megisszuk a teánkat, ami esetleg ildomos, utána megisszuk délelőtt a gyümölcslevet, mert délelőtt savas, délután lugas, délelőtt gyümölcslevet fogyasztunk, ebédre megfőzzük az aktuális zöldségeknek a lehető, minden zöldség elérhető most már, megfőzzük egy liter vízbe, átpasszírozzuk egy nagyon-nagyon sűrű szitán, hogy a rostot kivegyük belőle, és akkor ez gyakorlatilag lehet kanállá is lehet tenni, de inni is tökéletes, mert annyira folyékony, és akkor délután pedig gyümölcsleveget fogyasztunk. Az est közben természetesen kell tornászni, mert először az izmoknak megy neki a test, azt akarja felemészteni, és hogyha tornászunk, akkor ugye a zsíradéknak fordul neki, és erre nagyon-nagyon jó a 3-1-2 meridián torna természetesen napi gyakorlása, esetleg naponta kétszer, végül is 10-10 perc, nem egy olyan nagy idő, és akkor este a zuhanyozás előtt egy általunk kiválasztott kefével átkefjük a testünket, mert a hámréteg ugye jobban kopik ilyenkor, és akkor a zuhanyzást pedig hideg vízzel fejezzük be. Na most érdekes, hogy az alvási idő ilyenkor lerövidül a pont a felére, épp úgy kipihenjük magunkat, mert maga az emésztés az egy nagyon nagy munka a testnek, és ugye hát most igazából nagy emésztés nincs, ami még érdekesség hozzá, hogy naponta a bélsár 4-5-ször ürül 6 héten keresztül. Esetleg mondjuk egy talpdiagnosztikával meg lehet alapítani a testnek az állapotát, és akkor ahhoz, annak függvényében ugye lehet fogyasztani hozzá a gyógynövényeket. Elsősorban természetesen tisztító növények, ezek a tisztító gyógyteák, de hogyha valakinek valami szervi problémája van, akkor konkrétan célzottan arra különszedhet, és ilyenkor hatványozottabb a hatása mindennek, mert ugye a vége felé ugye sejtszinten tisztul a test, és hát az egy évre való teljes megtisztulást jelent. Télen az emberek többsége egészségtelenebbül táplálkozik, mint nyáron, és nagyobb mennyiségű táplálékot fogyaszt.
A túlzásba vitt zsiradék, szénhidrát és fehérjefogyasztás plusz munkát ró a szervezetre. A 40 napos bőjt azonban nem mindenkinek kivitelezhető. Számtól az alsó felünkig 8,5 méter a távolság, már a beleg hossza. Na most ezt ki kell takarítani gyakorlatilag. Ez igazából az első 10 nap, 11 nap nem tartozik igazából, nem nevezhetjük bőjtnek, az egy koplalás. 11 napon keresztül gyakorlatilag a bél belső tartalma kiürül, amikor még belülről emészt a bélfal, és 12. napnál gyakorlatilag kívülről kezdi el emészteni a testet, jó értelembe véve a testet. És igazából, hogyha valaki akar valamit a testével, egy jobb jövőre vágyakozik, akkor azért a 12 napot túl kellene lépni legalább egy 7 nappal. És akkor elér egy tisztulást, igen. Bolf László saját tapasztalata szerint a megfelelő mozgás és a folyadékbevitel mellett nem jellemző a test legyengülése. Nagyon-nagyon lelazul a test, tehát most ugye az ember, amikor lefekszik aludni, akkor bekészül mindegy berepülő pilóta, hogy minden a helye legyen. De ha amikor az illető bőjtöl, amikor én bőjtölök, akkor gyakorlatilag ahogy ráesek az ágyra, ugye el tudok aludni. Tehát nincs görcs, semmi ilyesmi nincsen. Szellemileg hogyan és miként hat a bőjtölés? Hát a test, lélek és a szellem megtisztulása egybe természetesen. Tehát mindenképpen olyan régi dolgok jutnak az embernek eszébe napközben, ami nagyon-nagyon elvoltás valahol, és éjszakára pedig ott van az álom. Hát ez egy másik terület ismét, a lélektanunk, a néplélektanunk egy csodálatos szelete, lehet foglalkozni azzal is, mert ilyenkor gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon csodálatos, hogy mondjam, méreható álmok jönnek. Nem biztos, hogy csodálatos, mert van, amikor ronda az álom, vagy nagyon megrettenti az ember, de akkor is nagyon nagy mondani valója van. Segít a múlt feldolgozásában. Nagyon-nagyon, és hogyha a múltja valakinek fel van dolgozva, akkor a jövője akkor tud emelkedő pályára helyezkedni. Az előadó szerint egyébként a bőjti időszak kezdetéig is készülhetünk a testi és lelki megújulásra. A fokozatosság a bőjt előtt is fontos. Természetesen érdemes mondjuk hétvégén nem menni, mondjuk péntektől hétfő reggelig meg lehet próbálni. Hát először egy napot meg lehet próbálni, kettőt, és akkor így szépen felvenni a napok számát 2-3-4 napra, nyugodtan meg lehet csinálni. Egyetlen dologra kell figyelni, a bevitt folyadékmennyiség meglegyen, az igény, szóval a szükséges folyadékmennyiség meglegyen, és a bélsár ürüljön. Tehát ez a kettő nagyon fontos. Tehát a méreganyag jöjjön ki a testből. A szilárd táplálék elhagyásával lébőjtkúrát tartani csak szakemberrel konzultálva érdemes elkezdeni, a bőjtölésből pedig jobb apránként visszaállni az eredeti étrendre. Sport, egészség, közösség. Ezek együttes megvalósítása a B106 Sport és Szabadidő Központ megálmodóinak a célkitűzése. Nagy Kanizsa legújabb mozgás központja januárban megnyitotta kapuját. Nyílt nappal egybekötött megnyitóra várták a mozogni vágyókat. Elsőként meleg teával és apró ajándékkal kedveskedtek az érdeklődőknek, majd Búrján Zoltán ügyvezető és Dénes Sándor polgármester közösen avatták fel a kiskanizsai létesítményt. Hogy nagyon sokan eljöttek, sok fiatal, családok, gyermekekkel, kíváncsiak arra, hogy mi is ez a szolgáltatás, mit kínál ez a Sport és Szabadidő Központ. Az előbb volt a bejárás, az ismerkedés, és hát azt kell, hogy mondjam, nagyon széles a skála. Nem árulok el semmit azért, hogy jöjjenek el és nézzék meg. Kitűnő lehetőség. Ugye szoktuk mondani, hogy az egészséges életmódnak a része a mozgás, mégpedig a rendszeres mozgás. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor ez sokat segít nekünk. Nem hízunk el, és így tovább, de erről nem szeretnék beszélni. És hát itt kiváló lehetőség lesz majd a közösség építésre. Nagyon jók ezek a szolgáltatások. Mindenütt szakemberek vannak, tehát akik majd segíteni fogják az ide látogatót, sőt, olyat is láttam, hogy aki megérkezik, és akkor bemegy egy
szobába, egy terembe egy ilyen állapot felmérésre, majd eltölt itt egy órát, és azt követően újra bemegy, és akkor testtömegmérés, egyéb pulzus, vérnyomás, minden csuda, és a számítógép kihozza, hogy no, akkor ez mennyire hasznos volt ez az eltöltött egy másfél óra. Tehát egy kitűnő lehetőségén örülök ennek, tehát ezen a téren ugye sok lehetőség van már itt városunkban Nagykanizsán, de ez most itt egy újabb. A három fő cél sport, egészség, közösség. Ugye a sport nyilvánvalóan a mozgásról szól. Szeretnénk olyan mozgásformákat kínálni a vendégeinknek, ami alapvetően csoportos, vezetett órákban jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy nem egyszemélyes, nem feltétlenül személyi edzést, és nem önálló edzésvezetést szeretnénk itt látni a házon belül, hanem az, hogy a vendégeink lehetőleg a közösséghez kötődően csoportba jöjjenek, és csoportos órákon vegyenek részt a szakképzett edzőink vezetés. Az egészségnek ugyan nagyon sok területe van, mi fókuszáltan az étkezésre próbálunk koncentrálni. Ez megjelenik abban, hogy dietetikus kollégával állunk a vendégek rendelkezésére, illetve rövid időn belül lehetőleg a partnereinkkel együttműködve olyan ételek is elérhetőek lesznek nálunk, amik amellett, hogy egészségesek, még kalóriatartalmukat is segítik a vendégeink céljait, zömmel azért, hogy formálódjanak, esetleg fogyjanak. Funkcionális edzések, spinning, jóga és gyógytorna is várja a sportolni vágyókat. A nyílt napon sokan kíváncsiak voltak, a sportközpont nyújtotta lehetőségekre. Fiatalok és idősebbek, családok egyaránt ellátogattak a megnyitóra. Nekem nagyon jó a mozgás, mert akkor le tudok fogyni egy kicsit. Az jó, meg szoktam kosarazni heti 5 napot. Iskolában is hetesi órán egy csomót mozgunk, és fittebbek vagyunk. Számomra, illetve az egész családom számára nagyon fontos a mozgás, és azért gondoltuk azt, hogy kipróbáljuk, megnézzük, hogy itt milyen lehetőségeink lesznek, vannak. Mi mindent szokott csinálni így a mozgás témakörében? Hát én biciklizni nagyon szeretek, spinningre járok folyamatosan. Itt is a fő motívum az volt, hogy ezt megnézzem, de más is érdekel, bármi újnak nem vagyok az elrontója. A mozgás mellett a táplálkozás is kiemelt szerepet kap a szabadidőközpontban. Ami saját tapasztalatként került bele a dologba, én gyerekkoromban sportoltam, akkor még onnantól az az emlékem élt, hogy ehettem én bármit és bármennyit, ha megfelelően sportoltam, az alakom nagyjából a tűrhető kategórián belül volt. Aztán intenzívebben elkezdtem az elmúlt 2 évben megint mozogni, és azt láttam, hogy ez az igazság már nem igazság nekem, hiába mozgok, csak nem változik az a mérleg úgy, ahogy szerettem volna. Aztán a szakemberek elmagyarázták nekem, hogy a mikorunkban azért már annak, hogy fogyjunk, 2 összetevője van, 70%-ban legalább a kaja felelős, 30%-ban meg a mozgás. És akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogyha a vendégeink nagy része fogyni, alakformálódni szeretne idejönni, és mi csak mozgásban, tehát a 30%-ban segítünk nekik, akkor oda kell álljunk a maradék 70-ben is. Így jött, hogy az egészséges étkezés, az egészséges életmód területére is elkezdtünk koncentrálni. Ez a kettő meg már szinte hozta azt, hogyha ezt együtt csináljuk, csoportos óráink vannak, akkor a közösség
egészséggel is kell foglalkozni, így lett aztán sport, egészség, közösség a mottónk és a célunk is. Közösség építés vonatkozásában szeretnénk eljutni oda, hogy ez majd egy idő után inkább már önszerveződő lesz, de a motort beindítani mi is, abban, annak a beindításában mi is szeretnénk részt venni, úgyhogy lesznek általunk szervezett programok, nyilván a szolgáltatási körünkhöz kötődően, egészséges életmód, táplálkozás, mozgás. Itt szervezünk workshopokat, előadásokat, együttbeszélgetéseket, és próbáltuk a helyet is úgy kialakítani, hogy legyenek helyszínek arra, hogy az emberek leüljenek, ne csak azt az egy órát töltsék itt, amíg edzenek, utána maradjanak itt, vagy jöjjenek előtte, alakuljanak közösségek, töltsék itt a szabadidejüknek minél nagyobb részét. Az embereknek egyre nagyobb igényük van az egészséges életmód kialakítására, amelyhez segítséget kíván nyújtani a B106. A lényeg azonban rajtunk áll. Két hét múlva várjuk Önöket ismét életmódi műsorral. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!